A legutóbbi, vártnál gyengébb szereplés követően alapos véletömlesztésen esett át a Nyíregyháza Spartakusz. A már tavasszal érkező Szűcs Mihály sportigazgatóhoz csatlakozott Elver Gábor sportszakmai ügyvezető, Bene Ferenc szakmai igazgató, valamint a visszatérő Lucsánszky Tamás vezette új szakmai stáb. Játékos fronton is nagy volt a mozgás, 15 új labdarúgó érkezett. Köztük voltak visszatérők is, elég csak Bajzát Péter, Fodor Ferenc vagy Pekár László nevét említeni. A felkészülést egy szlovéniai edzőtábor is színesítette, ahol 4 különböző stílusú ellenféle szemben léphetett pályára Spari. A Cigánd elleni bajnoki főpróbán 5-0-ra nyert Lucsánszky Tamás együttese, de a szakember tudja, hogy még nem állt össze teljesen a csapat. Csapatként van mit tennünk, tehát az biztos, hogy az együttes mozgások és az együttes taktikai feladatok terén még van hiányérzetem. A munkának a jó minőségét azt elsődlegesen a kondicionális részre értem, hogy abban sikerült mérhetően, tehát a műszerek által is mutatott a változást elérni. Ez jó irányba mutat, és azt gondolom, hogy taktikailag is szép lassan majd összecsiszolódik a társaság. Miután egy mérkőzésbe gondolkodunk, így úgy gondolom, hogy talán egyszerűbb lesz a dolog, hogy nincs egy olyan teher rajtunk, a mindenáron ugye egy feljutás, vagy egy annál is jobb eredmény lenne esetleg, már gondolok itt, hogy a bajnoki címre szerencsére van ezáltal időnk, és remélem, hogy ez nem is fog terhet rakni a játékosokra, csak annyit, amennyi a szükséges és elégséges egy sportolónak. A bajnoki nyitányon vasárnap Budafokon lép pályára Spari. A több korábbi élvonalbeli játékos felvonultató újonc ellen nehéz meccsre számít a nyíregyházi tréner. A Budafok ugyan tavaly a harmadosztályban szerepelt, de a Magyar Kupában megmutatta, hogy nagyon-nagyon jó eredményekre képes egy-egy mérkőzéssel. Ugye ez nekik egy hogy mondjam, rendkívüli helyzet, ugye a másodosztályban az első mérkőzés, nem is örültem neki, hogy feljutóval kezdünk, őszintén tudom, hogy Bruckner Laci barátom nagyon felkészült, jó szakember, úgyhogy egy kimondottan jó és izgalmas taktikai és fizikális mérkőzésre is számítok. A Sparihoz kapcsolódó hír, hogy napirenden van egy új stadion építése. A 6000 férőhelyes létesítmény munkálatai jövő év tavaszán kezdődhetnek el, és a 2019-2020-as szezon meccseit már az új stadionban játszhatja a csapat.